Hámel Györgyöt választották polgármesternek Kapuváron. A várost 2006 óta irányítja, jelenleg negyedik ciklusát kezdi meg. Igen, először is a nyilvánvalóan az első szó a köszöneté. Tehát nagyon köszönjük mindazoknak, akik egyáltalán vették a fáradtságot és elmentek szavazni. Kapuváron elértük az 50%-os részvételi arányt, én azt gondolom, hogy ez eléggé magas ebben a kategóriában. Hát azoknak meg nyilvánvalóan különösen, akik a mi csapatunkra adták a voksukat. Ünnepelni szoktak ilyenkor, de mint szerkesztő is látja, úr látja, nálam már munka megy reggel óta. Rengeteg a tennivaló nyilvánvalóan, és egy picit mi, hadd mondjam úgy, hogy nem is a győzelmet ünnepeljük, hanem azt, hogy a kapuváriak jóvoltából folytathatjuk azt a munkát, amit valamikor 2006-ban elkezdtünk, azt a városépítő munkát, és az különösen, hogy ugye a kampányban bizonyosan látták a kapuváriak, hogy mi nem ígérgettünk, hogy mit szeretnénk, hanem tényekről tájékoztattuk a kapuváriakat. Tehát a közeljövőben induló minden fejlesztésünkhöz ott van a forrás mögötte. Tehát ezek megvalósulandó tervek. Nyilvánvalóan én különösen azért boldog vagyok, mert nem szerettem volna, és most ad lényeg nagyon őszinte, nem szerettem volna ezeket a projekteket más csinálja meg esetlegesen. Ezek valahol a mi koncepciónk, a mi terveink ennek a városnak az építése során beleillenek abba a tudatos városépítő munkába, amit valamikor 2007 elején ugye a integrált városfejlesztési stratégiával kezdtünk el fölépíteni nagyon sokan. Ja, nézzük a képviselőtestület összetételét. Itt mind a 8 választókerületben a Fidesz-KDNP jelöltje győzött, kompenzációs listáról 3-an kerültek be a képviselőtestületbe. Ugye Ferenc Tamás Gergő az kapuvári, a Mi Hazánk mozgalom színeibe, viszont ketten nem kapuváriak. Így van, pontosan ez egy érdekes momentuma itt a kapuvári eseményeknek. Ugye Győr és Győr környékiek delegált a listát, közös listát állító, éppen adott helyre delegálható szervezet. Én nagyon sajnálom, hogy azok a nagyon tisztességes baloldali kapuvári emberek, akik az elmúlt időszakban a képviselőtestületben dolgoztak a városért, és itt nagyon hangsúlyozom a városért, azok kiszorultak erről a listáról, illetve nem befutó helyre kerültek. Számomra is egy nagy talány még, hogy mondjuk Győrben élő, Győr környékén élő, semmilyen szállal nem kötődő emberekkel majd hogyan fogunk dolgozni, ők hogyan fognak dolgozni a város érdekében. Én nagyon bízom abban, hogy tovább fogjuk tudni vinni azt az elvet, hogy a választásokkal befejeződött a politikai csatározás. Habár hadd mondjam, hogy én azt gondolom, hogy a jelölteket állító politikai pártok azok nagyon tisztességes kampányt folytattak. Nem személyeskedőt, saját magukat próbálták inkább bemutatni, tehát ebből a szempontból én azt gondolom, ez a pártos oldala ilyen szempontból rendben volt. A másikra azt nem egészen mondhatom el, de én bízom benne, hogy folytatni tudjuk azt a tendenciát, hogy a kampánnyal lezárult az igazi küzdelem, hadd mondjam így, és egy dolog van a város, és itt jönnek majd a kérdések, amit a szerkesztő úr is nem véletlenül tette fel ezt a kérdést, hogy emberek, akik nem ismerik a város, semmilyen szállal nem kötődnek, majd hogyan tudnak dolgozni a városért. Bízzunk benne, hogy ez sikerülni fog, és nem elsősorban politikai nézeteket fognak képviselni itt a testületben. Ön említette, hogy elindult a munka, ugye a választások lezajlottak. Mi a menetrend ilyenkor, polgármester? Mikor lesz az alakulőlés például? Nem tudtunk még leülni jegyző úrral, hiszen ugye a választási bizottságnak még ki kell küldeni a hivatalos döntéseket. Tehát mi jó magam sem kaptam meg, nyilvánvalóan nem is kaphattam meg, hiszen éjjel zárult a szavazás. És ha ezeken a mostani nagyon gyors munkánkon túl vagyunk, akkor fogunk leülni jegyző úrral, és átbeszéljük, hogy hogyan is és milyen módon rendezzük az alakulőülést, illetve hogyan megy tovább a munka. Bár erre ugye a képviselőtestület rendeletében
megfelelő szabályozás van, mikor lesz a következő testületi ülésünk, de hát ugye az önkormányzati munka az nem csak a testületi ülésekre korlátozódik, hanem a napi munkák bizony mennek, és hát az elmúlt időszak, az elmúlt, hadd mondjam így, 50 napnak a felfokozott izgalmai plusz munkái azért az emberben nyomot hagynak nyilvánvalóan, pláne mikor az tele volt olyan nemtelen támadásokkal, amit az ember azért nehezen tudott lenyelni, de én azt gondolom, hogy a mi részünkről végig tudtuk csinálni azt a tisztességes hangvételű kampányt, amelyet mi az elején kitűztünk, hogy mi elsősorban a saját értékeinket mutatjuk be, és nem a másik munkáját próbáljuk befeketíteni. Viszont nyilvánvalóan maradtak el feladatok, amiket most nagyon gyorsan meg kell csinálni. A munkától, akik itt ismernek a hivatalban, nagyon jól tudják, a munkától én nem félek, tehát ezeket rövid időn belül meg fogjuk oldani, és megyünk tovább a megkezdett úton. Köszönöm, Bolgár. Köszönöm.